Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő, vagyok ez a Hetek Originálsz és mai vendégünk Robert C. Kastel, biztonságpolitikai szakértő, Neokon fő munkatársa. Köszönöm, hogy itt van velünk. Jó reggelt kívánok, egy valószínűtlenül meleg Jeruzsálemből. Ez jó hír. Szeretnék minden előtt boldog Pészakot kívánni, ha tudom, akkor ezen a héten fog kezdődni. Az Igen, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Ez az egyik szabadságünnepünk, van még egy a Hanuka, de ez az első szabadságünnepünk a, Peszach, a a húsvét és ez most ezen, ebben az évben egészen közel esik a keresztény húsvéthoz is, és reméljük, hogy ez hoz pozitív fordulatot azokban a dolgokban, amikről beszélgetni szoktunk, és amiről ma is szó lesz. Körvonalazódik egy magyarországi látogatása, május első felében két hetet fog itt tölteni Budapesten, vidéken, Erdélyben, hamarosan megjelenik majd a program is ezzel kapcsolatban, ott az ön honlapján eh, lehet ezt olvasni? Igen, igen. Úgyhogy mindenki, aki számára eh, valamelyik ponton eh, van lehetőség bekapcsolódni, mindenképpen javaslom a személyes találkozást is, ott is lehet majd dedikáltatni a függőleges koporsó második kiadásából, illetve aki meg szeretné már ezt megelőzően dedikált formában kézbe venni, azt itt a leírásban szereplő linken hozzájuthat. És akkor kezdjünk is bele egy friss hír, tegnap választás volt Finnországban, és vereséget szenvedett Sanna Marin az egyik legangosabb kritikus a Putyin elnöknek és a legelkötelezettebb támogatói, háborúpárti támogatója Ukrajnának jelenthet. Ez valami fajta elmozdulást, hogy látja ön az európai közhangulatban a vezetők részéről ez a választási eredmény? Én nem vagyok a finn belpolitikának a szakértője, de amit látunk, van egy ilyen általános trend, hogy a, a a nyugati, európai, e, nyugati államokban a kormányok egymás után buknak meg, és egymás után cserélődnek le. Ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy az új kormány, amelyik e, amelyik átveszi a stafétabotot, az számottevően másfajta politikát fog követni, de mindenképpen érződik egyfajta elégedetlenség a, a nyugat általános irányával kapcsolatban, és ebbe, ebbe találjuk a, a megnyilvánulását. Tehát vannak dolgok, amiket lehet cenzúrázni. Lehet cenzúrázni az internetet, lehet cenzúrázni a médiát, van egy öncenzúra a, a, az értelmiség körében is, de a, a választórnákat még egyenlőre nem cenzúrázzák, legalábbis nem mindenhol. Ugye a választási kampányra esett már Szanna Marinak az emlékezetes ígérete, amit Kijevben tett Zelenszky elnöknek, gyakorlatilag felajánlott a Finnországnak az összes F-18-as Hornet vadászgépét, anélkül, hogy bárkivel ezt megbeszélte volna, oda aztán vissza is kellett lépnie ebből az ígéretéből. Úgy tűnik az ilyen eh, elszólásokat nem díjazzák a választók. Én nem tudom, hogy ez volt-e az ok, amiért végül is a, 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 a vetétársát részesítették előnyben, de, de látunk a nyugati politikusok részéről egyfajta ilyen túlzott lelkesedést, vagy felelőtlen, felelőtlenül lelkes viselkedést, és ez, ez, annak is a következménye szerintem, hogy egy bizonyos típusú politikust választunk meg. Tehát olyan arcokat, a jól kitaposott arcokat választunk meg, akiket már, nem kell bevezetni a médiába, már jelen vannak a médiában, mindenki felismeri őket, és akkor inkább a, 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 klik, a, 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 katint, a katintás faktort nézzük, és nem, az, nem a látermettséget a különböző politikusoknak, és az, ami az illető hölgyet illeti láttuk a, a a viselkedését is, tehát volt, 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 ez, a, volt, ez, a, volt ez a bulibotrány, meg stb. Ezek, ezek olyan dolgok, amiket egy magánember teljesen, teljesen egyértelműen megtehet, viszont egy, 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 egy államelnök vagy egy, vagy egy kormányfő nem, nem engedhet meg magának ilyen, i, ilyen dolgokat, mert, mert ennek nagyon hosszú távú következményei vannak az ország ö, ö, imázsára nézve a stratégiai elrettentésre, amit ez az ország az ellenfelei felé vetített. Van ennek egy sor jelentősége nyilván véletlen az egybeesés, de úgy történt, hogy két nappal a finn választás után lesz hivatalosan Finnország a NATO-nak a tagja. Jelent egyébként, ugye nagyon hosszú közös határa van Oroszországnak és Finnországnak. Jelent ez egy fajta elmozdulást Oroszország és a NATO viszonyában? Hát én azt hiszem, hogy ez nem csak amit én hiszek, ez, ez tény. Hogy a hidegháború évtizedei alatt voltak olyan időszakok, mikor nagyon-nagyon szoros koordináció volt Svédország és a NATO között. Gyakorlatilag Svédország egyfajta ilyen de facto NATO-tagként működött a, a NATO-nak az atom ernyői alatt mondjuk úgy, utána amikor mikor, mikor a, a fölmelegedett a hidegháború, egy kicsit jött a detan, akkor ez a, ez úgy ez, 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 ez el, el, eltűntek ezek a, ezek a kapcsolatok a NATO és Svédország között, de valóban hideg, zimankos éveiben a hidegháborúnak Svédország ott volt, mint egy fajta de facto NATO tag, és Finországnak a helyzetét pedig ismerjük. fogalommá vált a, a finnandizáció, tehát tudjuk, hogy mi volt Finországnak a helyzete a hidegháború alatt, Oroszország szoknyája alatt mondjuk úgy, és én azt hiszem, hogy senkinek nem volt semmi kételje. Aval kapcsolatban sem, hogy egy formális NATO csatlakozás nélkül is ez a két állam mindenképpen a Nyugati Szövetséghez tartozik, és egy konfliktus esetén Oroszországgal szembe állnának föl. És amit mindig szoktam mondani, hogy katonailag a NATO evel egyértelműen megerősödött, politikailag én azt hiszem, hogy a NATO döntéshozatal a bonyolultabbá vált, nehézkesebbé vált ezzel a még, még további két állammal, és egy olyan klub, amiben úgy Törökország, mint Svédország tagok, ott igen nehéz egy olyan olyan döntéseket hozni, ami, ami mind a két, ami mind a két végletnek megfelel mondjuk úgy. Szintén mai hír az, hogy a befolyásos politikó hosszú cikkben bírálta az ukrán elnököt, azt írják zelensky hogy a háború előtt már bukott vezetőnek számított és idézi a lap Zelenszkijnek az ukrán ellenzéki kritikusait, de ukrán ellenzéki politikusokat, akik többek közt azt mondták, hogy Ukrajna csapdába esett egy olyan vezetővel, aki nem gondolkodik stratégiailag, nem hajlandó a környezetében olyan szakértőket tartani, akik tudják, hogy milyen kérdéseket kell feltenni, olyan tanácsadói vannak, akik nem mondanak neki ellent, és a lap szerint ezek a kép még aggasztóbbá válhat az, hogyha majd a fegyverek elhallgatnak, mert akkor az elnöknek az oroszlán szívű háborús vezetői erősségei nem fognak már érvényesülni. Ez már valami fajta kilövési engedély lehet Zelenszky felé? Nem szoktunk meg ilyen mondatokat igen, hát látjuk, hogy a nyugat eleinte óvatosabban, aztán egyre, egyre vehemensebben mondjuk úgy kezdi jelezni, kezd jelezni az egyet nem elnök politikájával kapcsolatban. Bachmut volt az a klasszikus kérdés, amivel kapcsolatban volt egy nagy véleménykülönbség mondjuk úgy. Úgy az ukrán katonai vezetés és a politikai vezetés, mint az ukrán politikai vezetés, és a, a nyugati NATO és a többi szövetségesei között. És mondjuk úgy, hogy ez egyfajta sárgalap. Amit, politikóban, meg, politikóban, nem jelennek meg véletlenül cikkek. Tehát, hogyha valaki azt hiszi, hogy véletlenül, pont ugye, hogy a ban ezelőtt pár évtizeddel nem jelentek meg véletlenül cikkek, politikóban se jelennek, jelennek, meg véletlenül ilyen cikkek, és ez egyfajta sárgalap Zelenszki elnöknek. És a, mondjuk, hogyha a fősodorú sajtónak a, a, a az árnyékában. Láttuk már ezeket a tűnődéseket bizonyos szakértőktől, hogy talán már meg is jön a Zelenszkinek az utódja, talán a hadseregfőparancsnok, talán valaki más. Tehát egyértelműen jelzik Zelenszki elnök felé, hogy nem, nem nélkülözhetetlen. Itt ugye ez egy hosszú cikk, és elég részletesen írnak arról, hogy egyébként már a háború előtt milyen problémák voltak az ukrán vezetésben, és ezek a háború után és megmaradhatnak. Lehet ez egyfajta olyan jelzés, hogy nyilván a háború lezárása után egy újfajta vezetése van szüksége Ukrajnának, vagy úgy föltetném a kérdést, hogy egyáltalán lesz-e a háború után Ukrajnának önálló hatáskörre rendelkező vezetése, vagy inkább olyan vezetést próbálnak majd fölállítani, akik kiszolgálják a külső érdekeket. Ez igen-igen jó kérdés, és az is köztudomás, hogy Zelenszkij elnök számára a háború egyfajta megváltás volt. Tehát ez volt az a dolog, amelyik a politikai mélypontról fölemelte, és a probléma az, hogy a háború, az, az oda menekülnek, Thomas Mann híres idézette, hogy az emberek akkor kezdenek háborúzni, mikor meg akarnak szabadulni a békének a gondjaitól. De ennek a háborúnak is egyszer, egyszer, háború egyszer véget fog, véget fog érni, és valószínűleg igen-igen valószínű, hogy a következő ukrán vezetés, ugye most ez elendké lesz, vagy valaki más, azokat kell kiszolgálja, akik, akik, ezt a háborút megnyerik a, a, nagy stratégia szintjén. Még nem, nem, nem lehet tudni, hogy ki lesz ez a, ez a gyarmattartó, hogy ez Oroszország lesz -e, vagy a Nyugat lesz esetleg Kína lesz -e ez a gyarmattartó, de mindenképpen lesz ott egy gyarmattartó hatalom, és egyik darma, gyarmattartó se szereti azt, hogyha a, a, a önálló politikája van. És Zelenszki elnök veszélyesen önálló politikát e, e, mutatott be, mondjuk úgy, és veszélyesen vállalta ezeket a konfliktusokat a jelenlegi e, támogatóival szemben. Ugye egy fölmerül akkor a kérdés, hogy most már több mint egy éve épül azért egy hősköltemény az ukrán elnök körül, részben, ahogy ez a cikk is, azért elismeri azt, hogy a háború kihozott e, Zelenszkivel olyan erényeket, amelyeket korábban e, nem volt egyértelmű, hogy hordoz, és helytált nagyon sok szempontból. Milyen pozíciója lehet neki? Lehet-e valami fajta nemzetközi karriert építeni például annak érdekében, hogy ez a amit itt egy év alatt felépítettek a számára, ne omoljon össze. Hát látjuk a nyugati politikai vezetőknek is megvannak ezek az arany, aranyból szőtt tejtőernyői, amiket e, e, megkapnak, mikor le akarják őket cserélni, valami NGO-nak a, a vezetői pozíció, esetleg egy nemzetközi szervezet vagy hasonló. Gyakorlatilag az egyik oka annak, hogy ezt, ezt a rengeteg sóhivatalt megteremtették ebben a modern politikai ökoszisztémában, az, hogy legyen egy modell a politikusoknak. Tehát ezelőtt, tudom én, 100-200 évvel a demokráciáknak a politikusai befejezték a politi politikai karrierjüket utána visszamentek a, a a civil szakmájukba, talán a legklasszikusabb példa erre Churchill, aki miután mi, mi, lemondott az első világháború, után, a millió más dolgot csináltam, eddig vissza nem tért a politikába, ezek a, ezek a, a, a vadonban töltött évei mondjuk Churchillnek nem, nem gondolta azt, hogy valakinek gondoskodnia kell róla valamilyen NGO, vagy van nemzetközi szervezet, tehát régen a politikusok nem így gondolkoztak, de manapság politikusnak lenni az egy életpálya modell, az nem -e, e, e, nyugdíjjal mindennel, tehát senki nem akar egy lépést tenni hátra, és, és a, a, a gondoskodnak egymásról. Tehát ilyen szempontból is kitermeltük, kitermeltük a régi világnak a tükörképet, hogy a káderek gondolkodnak egy, gondoskodnak egymásról, vannak ilyen elfekvők, és ami ápol és eltakar, mondjuk úgy. Tehát szerintem gondoskodni fognak Zelenszki úrról is, és biztos vagyok benne, hogy nem kell majd zsákolni a szabad kikötőben. Igen, hát kellemetlen is lenne azért az évemberének, hogyha valami fajta ö, ö, ilyen fordulat történne a sorsában, meglátjuk ezt majd. Egy másik hír, ami szintén nem egy szokványos Ukrajnával kapcsolatban, egy olyan videó látott napvilágot idézi a Kárpát hír is többek között, hogy föllázadtak a parancsnokaik ellen az ukrán katonák, és azt állítják, hogy a parancsnokaik zsebre vágták az elesettek után járó zsoldot, miközben alig él már valaki a zászlóaiból és ezt egy harkivi dandárnak a katonái mondták el. Azt mondták, hogy az egységüket egy csalással felkészületlenül vetették be Bakmutnál kialakult húsdarálóba, nagy veszteségeket szenvedtek, és azt is elmondták, hogy nem látták el őket megfelelő fegyverekkel, felszereléssel, az egység tankosainak például gyalogosként kellett hadba szállni, és a parancsnokok ilyen holt lelkenként írták be az elesett bajtársaiknak a nevét a hivatalos jelentésbe, de valójában csak 20-30 katonájuk maradt, viszont felvették a parancsnokok a elesettek után járó Zsoldot is. Tehát ilyen e, e, Tiborcz panaszokat sem hallottunk, vagy, vagy nem hallhattunk, mert lehet, hogy nem, voltak, csak nem jutottak ki. Mennyire lehet általános ez a fajta elégedetlenség az ukrán hadseregben? Én azt hiszem, hogy egyfajta elégedetlenség az minden háborúnak a velejárója. És ezeket a különböző trükközéseket, a kreatív eh, human erőforrás menedzsmentet mondjuk úgy, ezt, ezt már... A középkorban is így volt. Tehát a király adott a, a zsoldos vezérnek e, e, erőforrásokat, hogy alkalmazom mondjuk 100 zsoldost, és akkor maradt általában 30 zsoldost alkalmaztak, és az összes többi pénz pedig elment e, paripára, satöbbire, meg, meg hasonló játékszerekre. Tehát ez nem egy új jelenség. És a katonák mindig panaszkodnak. A katonák mindig panaszkodnak. Tehát ezt azért mondom, hogy hogy, hogy ne legyünk igazságtalanok az ukránokkal szemben. Én biztos vagyok benne, hogy ilyen panaszok lehet, fogunk találkozni az orosz hadseregben is. Amíg, ami, ami, inkább hírértékű, az, hogy ilyet ki lehet mondani. Én biztos vagyok benne, hogy ezelőtt egy évvel valaki ilyet leírt volna, akkor abban a pillanatban vége lett volna az újságírói akadémia és a többi karrierjének, politikusi karrierjének, tehát eh, akkor még büntették a, a, az ukrán szkepticizmus, vagy az ukrán tagadást. Most már úgy látszik, egy ilyen elfogadottabb dolog lesz, és úgy látszik, hogy ez is annak a folyamatnak a része, ami, amiben megengedett már Zelenszky elnöknek a kritikája. Tehát valószínűleg a, 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 a nyugat már egy új, egy új válság után néz, amin, amin, lehet lovagolni, és ezt a válságot el akarják már temetni a, 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 az előző válságok mellé. Biztos, hogy van orosz oldalról is hasonló panasz, ha már csak abból is egy közvetett módon lehet -e erről tudni, hogy Putyin bejelentette, hogy új juttatásokat fognak kapni a de ukrán fronton harcoló katonák, meg a hozzátartozóik, és ez is egyfajta, hogy elemzik ezt a írt egy reakció arra, hogy milyen elégedetlenségek vannak, és erről is lehet azért hallani, tehát az orosz oldalról ugye harcolnak magánhadseregek, harcolnak harcol hivatalos hadsereg, közöttük is vannak feszültségek, panaszkodott a Wagner csoportnak a vezetője is, hogy nem kapják meg azt a fajta ellátást, mint amit egyébként az orosz azokért az áldozatokért, amiket ők vállalnak, tehát jellemző lehet ez orosz oldalon, és ugyanezek a problémák, amiket említett? itt is két részre osztanám. Az egyik az, az, a, az, a, az a legitim nyafogás, mondjuk úgy, tehát egy, egy katonának vagy egy katonai parancsnoknak soha nem lehet elég hírszerzési információja, elég lőszerre, elég ember, elég tüzérségi támogatás, támogatása, elég légitámogatás. Még soha nem volt olyan parancsnok, aki azt mondta volna, hogy köszönöm szépen, elég, nincs, nincs, szükségem több erőre, meg tudom oldani a problémát. Tehát ez egy általános dolog, ez az egyik. A másik az, hogy van itt egy politikai küzdelem is. Látjuk, hogy Prigosin megpróbál a, a prigosin egy bármennyire próbálja magát egy nagyobb kaliberű politikai játékosnak bemutatni, egy aránylag egy kispályás politikai játékos. Nincs abban a ligában, mint, mint a hadügyminiszter, vagy mint a hadsereg főparancsnok, és ezzel a média zajjal próbálja beszorozni a saját súlyát. Tehát van egy ilyen aspektusa is ennek a dolognak, és ami pedig a, még az előző kérdést illeti, hogy a panaszt, hogy harckocsizókat bevetettek, mint gyalogos katonát, ez is egy általánosan elfogadott dolog. Mikor, mikor, én, mikor én voltam sorkatona, és utána a hivatásos katona, a fölfogás az volt, hogy elsősorban mindenki egy gyalogsági katona, és egy, és egy, egy gyalogsági tiszt. Mindenki. És akkor utána lehetsz harckocsizó, hírszerző, vagy bármi, de elsősorban egy gyalogsági tiszt vagy, és bármikor vagy gyalogsági, tehát egy lövész katona vagy, és bármikor bevethető vagy lövészként is. Tehát igen sok hadseregben ez a, ez a fölfogás, és mikor arra van szükség, akkor arra van szükség. Tehát ezt, ezt sokszor a, a, szükség diktálja ezeket a döntéseket. Minden, mag, minden panasnak tisztában van avval, hogy egy hosszú időn át, vagy hosszú idő alatt kiképzett tüzért, vagy egy másik specialistát feláldozni, mondjuk úgy, mint, mint lövész katona, az, az egy pazarlás, de néha nincs más választás. A háború maga egy óriási pazarlás. Csak így zárójelbe meg, hogy egyébként a hadseregen belül a különböző haderőnemek közt van ilyen nem hivatalos rangsor, hogy e, súly, jelentőség, elismertség szempontjából? Ez mindig megvolt. Ez mindig megvolt, és ezek a dolgok változnak. Ezek a dolgok változnak, ahogy a, a háborúnak az arculata változik, ugye, ugye ezek a rangsorok is változnak. A nyugati hadseregekben gyakorlatilag az utóbbi, talán 30-40 évben, ezt mindig el szoktam mondani, a hadseregek gyakorlatilag úgy működnek, mint egy rendőrkommandó, tehát általában a terrorizmus elleni harccal foglalkoznak, és nem látunk két gyalogos zászlóajt ütközni mondjuk a frontokon, hanem, hanem terroristákat, gerilákat, hajkurászunk, és kicsit a hadseregek úgy működnek, mint egy ilyen rendőrségi kommandó, mint egy fajta tech, és akkor így fölemelkedett ezeknek a könnyű gyalogságoknak, a, a, könnyű gyalogságnak, a könnyű lövészeknek a, a, a különleges alakulatoknak a presztízse megnövekedett, és mondjuk csökkent a, a tűzéreknek, a harckocsizóknak a presztízse, mikor ilyen totál háborúk vannak, ilyen e, Hatalm, szuperhatalmak vagy középhatalmak közötti közepes intenzitású háborúk vannak, ilyen festői harckocsi csatákkal, meg ilyesmi, akkor harckocsizóknak a, a presztíze pre, pre, sokkal magasabb. Tehát ezek a dolgok változnak. És akkor még egy hír, nem én válogattam össze ezeket, így jöttek föl, de úgy látszik valami tényleg megváltozhatott a nemzetközi média közhangulatban is. Arról van szó, hogy Glenn Grant egy 37 éven át a brit hadsereg keretébe szolgáló brit ezredes összefoglalta öt pontban az ukrán hadseregnek a legnagyobb hibáit, és ezt megírta a német Diveltben. És ezekről a pontokról szeretnék most kérdezni. Grant Ezredes szerint az első nagy problémája az ukrán hadseregnek az, hogy a katonai kultúrája régi módi, de ő úgy látja, hogy sok parancsnok még a szovjet időből örökölt felfogást képviseli. Ez a nagy meglepetésnek számít egyébként? Ja, nem, nem számít meglepetésnek, de az első, aki erről beszélt, az az eh, eh, Michael Kaufman volt. Michael Kaufman két kollégájával, Konrad Muzikával és Rob lével eh, három katonai szakértő elmentek Bakhmutba, és mikor visszajöttek, akkor ők, ők voltak az elsők, akik megmerték tenni, vagy ők azok mondjuk Michael Kaufman az a nyugati szakértő, akinek akkor a hogy megengedhette magának azt, hogy hogy kritikusan írjon az ukrán katonai kultúráról és beszéljen arról, hogy hogy tulajdonképpen a, elpusztult a, az a nyugati hadsereg, amit a Nyugat nyolc éven át felépített, és akkor a helyüket átvették azok a tart, behívott tartalékosok, akik még a régi ex-szovjet kultúrájú eh, ukrán hadseregben szocializálódtak, és akkor és az ukrán hadsereg nem, technológiailag egyre nyugatibb lesz, viszont a kultúráját tekintve egyre ex szovjetebb lesz. Michael Kaufman volt az első, aki erről mert írni, és akkor erre reagáltak sokan, és cifráztak ezt a témát. Eh, és szóltak hozzá, ez egy tény. Ez tény, ez így van. Tehát mindig, mindig azt szoktam mondani, hogy az ukrán hadsereg ez egy ilyen dobostorta, volt egy vékony cukormáz rajta, ez volt a nyugati réteg, és alatta pedig egy ex-szovjet kultúra, viselkedésformák, szervezeti működési modellek, és akkor ezt látjuk most tulajdonképpen, és erről beszélt a, nevezett brit szakértő is. És akkor a második pontja az utca, hogy nem egyértelműek az illetékességi körök, kiemelt az, hogy nincsenek megfelelően kijelölve, az egyes alakulatoknak a hatáskörei sem. Én Mi mind... azt, hogy... azt hiszem, hogy amit látunk, az két, két katonai kultúrának az ütközését látjuk: ennek a nyugati katonai kultúrának, amit egyrészt ezek a nyolc év alatt kiképzett új ukrán hadsereg tett magáévá, másrészt a nyugaton most kik háború alatt kiképzett ukrán tisztek, parancsnokok, katonák hoztak magukkal nyugatról, és ez állandóan surlódik evel az ex-szovjet katonai kultúrával is. Néha olyan helyzetek állhatnak elő, hogy még a, 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 az alapvető fogalmakat is másképp érti a két különböző katonai kultúra. Tehát ilyen süketek párbeszédéről van szó, és ebből rengeteg félreértés támadhat, rengeteg Probléma támad, mikor egy hadseregen belül két kultúrai egymás mellett és két különböző nyelvet beszélnek. Nagyon-nagyon érdekes dolog, és hasonló dolgokat látunk nyugati hadseregekben is. Az izraeli hadseregben volt egy ilyen katonai reform, vagy egy próbálkozás egy katonai reformra a második libanoni háború előtt, és pont ez a helyzet állt elő, hogy a hadsereg egyik része egy teljesen másfajta fogalmi nyelvet használt, mint a hadseregnek a, egy másik része. Tehát ezek a dolgok megtörténnek. A harmadik pont az így szól, amit kifogásként az ukrán hadsereggel szemben fölhoz, hogy hiányzik a bajtási szolidaritás. És még arra is volt példa, hogy egységek egymás ellen dolgoztak. Egy kritikát, ezt előbb beszéltünk róla, hogy ezek is megjelennek most már időközönként kifelé. De egyébként, amit említett, hogy ugye kétfajta kultúra jelenik meg az ukrán hadseregben, és vannak azok, akik most már több tízezrével, akik nyugaton kaptak kiképzést, és, és egyfajta elit környezetben sajátították el a tudásukat, és amikor ők visszaérkeznek, akkor lehet, hogy ebből fakad valami fajta szembenállás? Ebből is, akkor van, van, egy olyan oka is a szembenállásnak, hogy vannak aránylag alacsony vagy alacsonyabb rangú parancsnokok, akik már szagoltak puskaport, visszatérnek a harctérről, és a kaszárnyában pedig találkoznak egy ilyen Kovács Kartársal, akit tartalé, a tartalékos szolgálatba hívtak be, de egy csillaggal több van a vállam Kovács Kartásnak és akkor Kovács Kartárs azt hiszi, hogy még mindig ő megmondhatja ezeknek a, ezeknek a puskaport szagolt tapasztalt katonáknak, hogy hogyan viselkedjenek. És például az erőforrásokat. A nyugati hadseregben az erőforrásokat igyekeznek é, minél Minél inkább a harcoló csapatok rendelkezésére bocsátani, minél alacsonyabb szinten elérhetővé tenni. A régi szovjet gondolkodásban pedig ezek olyan erőforrások, amiket ilyen feudális földeként a földes a nacsalnyik tart a kezében, azok lehetnek drónok, lehetnek tüzérségi eszközök, lehet információ és egyszerű lőszer, vagy tartalékok, és, és, akkor ez az erőforrás, amivel az a parancsnok gyakorlatilag érvényre jutatja a felelősségét, és akkor, akkor, vagy a hatalmát mondjuk úgy, és akkor ez a két, két kultúra ütközik egymással, ez a két világnézet, hogy jönnek a tartalékos szolgálatból azok, akik még nem, akik nem szeretik, akik még abban nőttek föl, hogy a, nem szeretik, hogyha köhög a bolha, és vannak ezek a fiatalabb, tapasztaltabb harcosok, akik, akik másképp akarják intézni a dolgokat, ahogy nyugaton látták, és ez két különböző világnézet tulajdonképpen. a negyedik pont az úgy szól, hogy hiányos a kiképzés az ukrán hadseregbe, ami hosszú távon megnehezíti a harcéri helyzetet. Itt is a kérdés, hogy mennyire lehet ez meglepő, amikor, ön is említette már, elveszett az ukrán hadseregnek a legjobban kiképzett része, ez a dobostortának a fölső rétege, de alatta is még, még két-három további, vagy nem tudom hány további réteg is elveszett. Nyilvánvaló, hogy akik most harcolnak, azoknak egy jelentős része az hát nem sok puska porcagolt, ahogy én említette. Igen, hát a háborúknak van egy ilyen dinamikája, hogy általában a legütőképesek, leg, leghatékonyabb, legjobban képzett katonákat küldik a legnehezebb helyekre, és ott a legnagyobb az amortizáció is. Tehát láttuk nagyon szépen az első, a második világháború alatt, hogy különösen a németek körében a, a zászlólypanasznokok egyre fiatalabbak lesznek, az oroszoknál pedig egyre idősebbek lesznek. Nagyon-nagyon érdekes. És a németek egyre tapasztalatlanabb zászlólypanasznokkal voltak kénytelenek harcolni, és ez látszik aztán a taktikai döntésekben, meg a, meg a döntések minőségében. Tehát ilyen szempontból is egy hadsereg erodálódik, a tudás anyag is erodálódik. Tehát a, az emberanyaggal együtt az a tudás, ami a rendelkezésre, az is elvész. És akkor látjuk, hogy egy ilyen elhúzódó háború során, akinek nagyobb, ember, akinek nagyobb emberanyag áll a rendelkezésére, az jobban meg is tudja őrizni ezt a tudást. És az, ahol az emberanyag kisebb és jobb, hamarabb leamortizálódik, ott a tudás is elvész az emberekkel együtt. Végül az ötödik pont, amit rendezeredes felsorol, hogy túl nagy bürokrácia, mint hátráltató tényező, sok szabály alapját még mindig a szovjet stílus adja, vagyis túlságon se sok a megkötés, és a parancsok nem ritkán későn futnak be, parancsok nem ritkán későn futnak be a terepre, mert elakadnak, elakadnak a döntési láncokban. Milyen eh, különbség van itt ezekben a katonai kultúrákban, akkor eh, például a parancs, parancs továbbadási láncolatban? Általában a nyugati katonai kultúrában ezt azt hiszem a németek kísérletezték ki még a II. világháború alatt. Ezt, ezt úgy hívják, hogy a feladat- vagy, vagy missziócentrikus vezetési forma, ami abból áll, hogy a felsőbb parancsnokság az átadja az alsó parancsnokságnak az utasítást, hogy mit szeretne elérni. És a, a mód, ahogy ezt, ahogy ezt azok a, az, az alacsonyabb szintű egységek ezt elérik, az az, az ő. Az ő személyes döntésükön múlik, ők ismerik a legjobban a viszonyokat a terepen, ők élnek ott, és nem azok, akik ezer kilométerrel hátrébb Kievben élnek. Tehát ez számít egy modern katonai vezetési stílusnak, ez a misszióorientált vezetés, és a, a, a szovjet hadseregben ez nem így működött. A szovjet hadseregben a kezdeményezés nem a főhadnagyoktól várták, hanem a, a, nem a tábornokoktól. Tehát a tábornokok szint, szintén keret legyen valaki kreatív, meg kezdeményező, mindenki más csak végrehajtott feladatokat. Nyugaton ez nem így, nem így működik. Tehát a nyugat nyugati hadseregekben elvárják azt a, a közkatonáktól is, hogy kezdeményezzenek, és hogyha ha látnak valami lehetőségeket, használják ki azokat a lehetőségeket. És itt elsősorban, végső soron minden bizalom, a, bizalomról szól hogy mennyire bízol meg abban a katonában, abban az alacsonyabb rangú tisztben, politikailag, meg, meg katon szakmailag is mennyire bízol meg benne. Tehát ez egy teljesen másfajta világnézet. Mennyire van lehetőség hogy egyáltalán háború közben javítani ezeken a hiányosságokon? lehet -e, hogy szokták mondani, repülés közben kiképezni a pilótát? Most egy hadsereg szintje. Nyilván ilyenkor jönnek elő a problémák, amik békeidőben nem jelentkeznek, viszont ilyenkor olyan kihívások vannak, amik hát nem sok lehetőség van csiszolgatni mondjuk úgy, hogy egy statikus állóháborúra, védelmi harcokra ki lehet képezni nagyon hamar katonákat. Tehát azt mondani egy katonának, hogy kiképezzük, hogy mint, egyén harcoljon, vagy egy vagy, egy, vagy egy, vagy raj szintjén harcoljon, azt aránylag hamar meg lehet oldani, és akkor képesek tartani egy, egy lövészárkot, egy megerősített helyet, és, és, ameddig el nem pusztulnak, gyakorlatilag ezt képesek tartani. Tehát ezt, ezt meg lehet oldani, oldani, elég hamar. Viszont ahhoz, hogy egy ilyen manőverező, gyorsan mozgó, manőverező összfegyvernemi harcász, harcászatról beszélünk, az már egy nagyon bonyolult dolog, nagyon bonyolult menedzselni, nagyon bonyolult harcolni, tehát elvégezni ezeket a feladatokat, nagyon bonyolult együttműködni más fegyvernemek, Kell, és erre kiképezni katonákat, ez már hosszú idő kérdése. Hát ezt úgy kell elképzelni, mint egy, mint egy piramist mondjuk úgy, aminek az alapja az egyénnek a harcászat, az egyénnek a készségei, és akkor ezt utána a, a, a rajszintjén fejlesztik tovább, és utána az egyre magasabb alakulatok szintjén. Ez időkérdése, nagyon sok időbe telik. Senki nem született ezekkel a, ezekkel, ebből a tudással. Tehát mindenkinek el kell, meg kell meg kell tanulnia ezt, és nincs királyút. Vagy mondják, hogy a matematikában nincs királyút, a hadviselésben sincs királyút. Egyszerűen meg kell tanulni a szakmát. Olyan szakma, mint minden más. Az előző kérdések kapcsolódott eszembe az, hogy hogyan vannak a hadseregen belül a hierarchiák, a különböző aderőnemek között. Ugye minél inkább csúcstechnológiai, irányba megy el a harcászat, annál inkább megnő a jelentősége azoknak a, hát nem tudom, lehet -e mondani fehér galléros katonáknak, informatikai szakembereknek, technológiai szakembereknek, akik ezeket távolból irányítják. És biztos, hogy Izraelben sok tapasztalat van erre. Hogyan lehet őket integrálni a hagyományos hadsereg keretei közé? Én azt hiszem, hogy egy olyan hadsereg, amelyik harcol, ott a legmagasabb, legmagasabb pre azoknak van, akik harcolnak, akik közvetlen közelről harcolnak az ellenség ellen, nekik a legmagasabb a presztízs, presztízsük, és legalábbis ez így van Izraelben. Tehát lehet valakinek mondjuk fehér és számítógépek, és kiberhadviselés, ez, ez, talán szép, és jó, és jó lesz aztán a, 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 civil pályán, a hadsereg után a megélhetés szempontjából egy jó előkészítés, de ami a presztízs illeti, azoknak a legmagasabb a presztízs, akik közvetlen közelről harcolnak a, az ellen ellenfél ellen a különleges alakulatok, lehetnek pilóták, akik harcba repülnek egyedül, és, és ezeknek általában a legmagasabb a, a presztíze. Tehát háború idején. Békében ezek a dolgok megváltozhatnak. Lehet, hogy a béke hadserege, a kaszárnyák hadseregei békében, hogy sokszor a a, 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 logisztikai embereknek a legmagasabb a presztízse, mert az ő kezükben van a legtöbb erőforrás. Ezek a dolgok megváltoznak, a, mikor egy, egy hadsereg átáll békéről háborúra, vagy háborúról békére, akkor a belső szociológiája is a hadseregnek átrendeződik. És az elsőkből lesznek az utolsók, meg az utolsókból elsők, mondjuk úgy. Világos. De térjünk vissza akkor még az ukrajnai frontra. Bakmutban említettük Prigozsint Wagner katonai csapatnak a vezetőjét, ő most bejelentette azt, hogy jogi értelemben Bakmut el lett foglalva, és megmutatott egy zászlót, amit majd a Bakhmuti városházára készülnek kitűzni. Ez most mennyire propaganda bejelentés, vagy valóban történt egy olyan elmozdulás ott hosszú hónapok után, aminek megvan ez a jelentősége? Hogyha figyeljük napi szinten a térképet, akkor látjuk, hogy van egy lassú orosz előrehaladás, ilyen háztömbök szintjén, utcák szintjén, tehát van egy előrehaladás. Nem lehet azt mondani, hogy nincs, ez a, ez a bejelentés, ez teljesen propagandaértékű. Ez a, az információs hadviselés része egyrészt az ukránok felé, másrészt a belső politikai harc része. É, é, é. Oroszországban, tulajdonképpen. Tehát ez, 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 amit látunk. Én nem hiszem, hogy, hogy. Nem tudom, mi az, hogy jogilag elfoglalni egy város, nem ismerem ezt a fogalmat. Egy város van, akkor van elfoglalva, amikor el van foglalva. Tehát én, én így gondolom. Ezeket szóval a jogi kategóriákat nem ismerem. Azért, mert a városházára kitűzünk egy zászlót, azért nem jelenti azt, hogy, hogy ez a város el van foglalva. Tehát legalábbis én így gondolom a dolgot. És ott még a bejelentésnek egy olyan része, hogy Prigozsin ezt a zászlót, Lászlónak az emlékét Vladen Taraskinak emlékének szentelt, hogy ez az orosz katonai blogger, akit szentpéter előtt egy előadás közben felrobbantottak. És ez ugye már nem az első ilyen szabotázs akció, ami Oroszország területén történt, ugye Drugin eh, lányát, eh, már közel egy éve eh, felrobbantották, eh, és eh, lehet erről eh, valamit eh, tudni, hogy azért egy ilyen szintű terrorakcióhoz. Eh, komoly előkészületre van szükség, ha jó tudom, talán itt egy szoborba rejtették el a robbanóanyagot, tehát ez, egy, ez nem, egy nem, egy, nem egy ilyen adhok akció, hogy ez, ez valami fajta, rossz fajta belső ellenzéknek is tulajdonítható esetleg? Én azt hiszem, hogy a legfontosabb dolog, amit el kell mondani, hogy igazából senki nem tud semmit. Tehát amit olvasunk az újságokban, ez csak találgatás, és az, hogy vannak olyan think tankek, meg ilyen elemzők, akik meg se próbálják az alternatív forgatókönyvet bemutatni, ez teljesen, teljesen egyértelmű, hogy ez inkább propaganda, mint valódi elemzés. Én azt hiszem, hogy mikor egy ilyen célzott likvidálásról beszélünk, akkor először is föl kell tenni egy kérdést, hogy miért, miért likvidálnak valakit Tehát általában három ok van. Az egyik az saját magáért, tehát azért ölnek meg, meg aki vagy. A másik az, hogy azért ölnek meg, amit, amit csinálsz. És a harmadik, azért ölnek meg, amit van. Tehát ami, amit birtokolt. Tehát ez a három ok. Most akkor érdemes eltűnődni azon, hogy vajon, vajon, vajon miért ölték meg ezt az illetőt. a három ok, tehát vagy, mint egy, vagy azért, mert egy jelkép volt, tehát vagy egy ukra, az Ukrajna ellenességnek a jelképe, vagy azért, mert a belső hatalmi harcban valamilyen jelképes szerepet töltött be a, a Wagner táborában. Az is lehet, hogy valamit birtokolt tudást, vagy valami, vagy valamit valamilyen cselekedete miatt, amit esetleg nem ismerünk, nem tudjuk, hogy mi azok de ez általában ez a három ok. Tehát ez az első dolog, amit meg kell, meg kell vizsgálni, mikor egy, elemzünk egy ilyen célzott likvidálás. A másik azt tisztában kell lenni avval, hogy minden célzott likvidálásnak két komponense van. Az egyik a kinetikus, a másik pedig az információs hadviselési. És néha a, az információs hadviselő, a propaganda értéke a likvidálásnak sokkal fontosabb, mint a likvidálás maga. És akkor ilyenkor látjuk ezeket a festői likvidálásokat, mint Kassem Szulimádi, mikor ledarálták ebben a repülő meg ezek a dolgok. A mód nagyon fontos, ahogy csinálják. Ugyan akkor vannak teljesen banális autóbal esetek, vagy valaki meghal ágyban párnál között, és senki nem tudja, hogy likvidálják. Azokban az esetekben... Igen. Igen. Tehát eh, Abu ez a a Hamásznak a, a, ez a pénzügyi totumfaktum, akit a Mossad megpróbált eltenni lábalról, eltették lábalról tulajdonképpen Dubajban. Ha sikerült volna az akció, senki nem tudta volna, hogy ez, ez egy likvidálás volt, mert ágyban párnák között halt volna meg. Tehát, e, e, tehát ez, 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 még egy ilyen dolog. És a harmadik dolog, amire érdemes odafigyelni, mindig azt szoktam mondani, hogy a likvidálás, mint egy színház. Ott van egy áldozat, van az elkövető, és van a, a közönség. És minden ilyen likvidálásban van egy üzenet, hogy nem törődök az áldozat életével, van egy olyan üzenet is, hogy nem törődök az elkövető életével sem, tehát az öngyilkos merénylet, és a harmadik az, hogy nem törődök a közönség életével sem. És ebben az akcióban, aki ezt elkövette, az egyértelműen nem törődött a közönség életével sem. Tehát én ezért, ezért gondolom azt, hogy én nem hiszem, hogy ez egy orosz belső munka lett volna. Egy orosz ultranacionalisták, vagy kevésbé nacionalisták, vagy nem tudom ezeket az árnyalatokat Oroszországban, de én nem hiszem, hogy teljesen közömbösek lettek volna abban, hogy megölnek találomra még 20-30 orosz embert ebben a, a, a Fomin elvtársal együtt, akit Tatarskinak is hívnak, de nem ez a valódi neve. Fomin az a valódi családneve, nem emlékszek a személy nevére. De tehát én, én, így gondolom, hogy ha ezek szerint elemezzük ki a dolgokat, akkor azt látjuk, hogy, hogy aki ezt elkövette, az, nem, egyértelműen nem törődött vele, hogy mi történik az öt körülvevő emberekkel, és van, vannak hatan válságos állapotban, kórházban lehet, hogy az életüket fogják veszteni. Tehát ennyi, ennyit lehet most per evvel kapcsolatban elmondani. egyre hozzáírhatjuk ezt az esetet is a háború számos megválaszolatlan kérdéséhez és rejtéjéhez ezek szerint. Igen, én, én azt hiszem, hogy az is hiba, hogy automatikusan egy kalap alá veszik a Dugina ellen elkövetett merénylettel. Az égvilágon semmi nem igazolja azt, hogy ugyanazok követték volna, az elkövetés módja se volt ugyanaz. Ott egy autó alá helyeztek egy bombát, itt pedig átadták neki. Tehát én nem vagyok benne biztos. Én azt hiszem, hogy hagyjuk nyitva az összes lehetőséget, és várjunk, ameddig további információ fog a rendelkezésünkre állni. Akkor egy másik bejegyzés, ami az ön oldalán is megjelent, és idézte a Kiev Independent jelentését arról, hogy siklóbombák, JDM bombák fognak megérkezni a frontra, ezek repülőgépről bevethetők. És itt ezzel kapcsolatban azt veti ön föl, hogy azzal, hogy ez, ez a bejelentés megtörtént, elveszett a meglepetésnek a, az ereje. Mekkora hátrányt jelent ez, és, mennyi, és miért történhetett ez most ebben az esetben? Van egy ilyen érdekes dinamikája az ukrán háborúnak, hogy a legtöbb új technika bevezetését hosszú hónapok vitái, politikai, kötélhúzásai, stb. előzik meg. És ezért látjuk azt, hogy gyakorlatilag nagyon nehéz technológiai meglepetést elérni. Hol látunk technológiai meglepetést? A, a, a radar elhárító rakéták bevetése volt egy ilyen eset például. A másik pedig ezek a tengeri drónoknak a bevetése különböző krimi célpontok ellen. Ezt se előzte meg semmilyen vita, semmilyen politikai huzavonat, tehát nem voltak ezek a dolgok azokban az esetekben, az esetek döntő többségében, mikor megérkeztek ezek a nagyon fontos technológiai eszközök, akkor az oroszok erre már fölkészülhettek. És szerintem itt elveszett az a lehetőség, hogy mondjuk a HIMARS-t, vagy ezeket a JDM-eket, ezeket a, ezeket a siklóbombákat, ezekkel olyan meglepetést lehessen elérni, amit aztán át lehet, föl lehet váltani mondjuk úgy a bankban műveleti szintű sikerekre. Tehát mondjuk úgy, hogy a, hogy a, hatásnak egy bizonyos százaléka, 20-30-40 százaléka elvész avar, lemondunk a meglepetésről. Maga a meglepetés az ugyanakkor csak egy egyszeri, egyszeri beváltható csekk, hiszen abban a pillanatban, hogy ezért ez megjelenik, még ha előzetesen nem is történt róla bejelentés, akkor onnan kezdve már csak a puszta értéke marad. Ez azért egy a nagy különbséget jelent? Ez, ez nem pontosan így van, a meglepetésnek két szintje van, tehát van, van a meglepetésnek a, a, a meglepetés elméletben kétféle meglepetésről beszélnek beszélnek van egy alapvető meglepetés, ezt ezt ez ami úgy hívnak a derültékből a gumibot, mikor, mikor megjelenik valami, egy fekete hatyú, amiről fogalmunk sincs, nem voltunk rá fölkészülve, és teljesen váratlanul ér minket. A másik pedig egy helyzeti meglepetés, amikor megjelenik valami új, egy kontextuson belül egy új dolog, és elven tudtuk, hogy léteznek ilyenek, de nem voltunk rá fölkészülve, hogy itt és most megjelenik, és nincsenek meg az eszközeink. Tehát az oroszok tudva tudták, hogy meg fognak ezek a siklóbombák érkezni, tudták, hogy a HIMARS meg fog érkezni, de már nem volt elég idejük arra, hogy fölkészüljenek ellenlépésekkel, vagy hatékony ellenlépésekkel, hogy ezeknek a hatását tompítani tudják, mondjuk úgy. Tehát ezért szoktam mondani, a meglepetés, hogy a meglepetéseknek mindig két szintje van. Hát akkor ezek szerint ez is csak azt igazolja, hogy a civil és a katonai gondolkodás közt nagy különbség, hogy a civilbe a meglepetést, azt meglepetésre gondoljuk, és látszik, és sok összetette fogalom, úgyhogy köszönöm, hogy ezt elmondta nekem mindenképpen újdonság volt. Egy más... Tehát egy másik kérdés, amit szeretnénk föltenni itt a beszélgetésünknek a vége felé közeledve, ugye a elnöknek a moszkvai látogatása után fölélénkült Kínának a szerepe és a Kínával kapcsolatos hírek is meg sokasodtak. Most befutott Zelenszky elnöknek is a meghívása, Kievbe szóló meghívása a kínai elnök felé, és ön is felvetette azt a kérdést az egyik bejegyzésében, hogy hát tulajdonképpen most a háború utáni világra gondolva, azért a nyugatnak egyre inkább hozzá kell szoknia a gondolathoz, hogy valami fajta osztozkodásra lesz szükség a, a, a Ukrajna kapcsán, Ukrajna akár az újjáépítés terén, akár az Ukrajnában történő befolyás során. Egy éven keresztül úgy tűnt, hogy mivel a nyugat adja a támogatást elsősorban Ukrajna számára, ezért a későbbi esetleges hasznokat, vagy előnyöket, vagy pozíciónyereséget is a nyugat fogja bezsebelni. Ahogy telik az idő, úgy tűnik, hogy ez egyre inkább ez a torta osztódik. Ön is így látja? Én abszolút így látom, és a háború elején volt egy vitám valakivel, pont evel kapcsolatban egy nyilvános vitám, és én azt mondtam, hogy a, a öreg, tehát egy óriási hiba a nyugat részéről beleállni ebbe a válságba ilyen módon, tehát én, kialakítani ezt a helyzetet, hogy egyáltalán ez a helyzet előállhatott, hogy a nyugat behatol Oroszországnak a, a, az ex térségbe, amit ami Oroszország érdekszférájának számít, már ez egy hiba volt. De hogyha már megtörtént ez a dolog, hiba így beleállni a dologba, mert a nyugat elvesztheti gyakorlatilag a, a hegemóniáját ebben a háborúban, mert az egy, a, Elnézést kérek a de az egy dolog, hogy azt hiszik az emberről, hogy impotens, és a másik dolog bebizonyítani ezt. Tehát mi, mo mi, most, mi most bebizonyítjuk, hogy nem vagyunk képesek befolyásolni az eseményeket Ukrajnában. Mert mit látnak az ukránok? Az ukránok azt látják, hogy a nyugat képes elhúzni ezt a háborút, képes támogatni Ukrajnát, viszont az égvilágon semmi befolyása nincs Oroszországra, és nem képes se legyőzni Oroszországot, se a tárgyalóasztalhoz kényszeríteni. Most akkor az ukránok körülnéznek, és azt mondják, hogy ki az, aki képes erre? Kína. Kína, és akkor így állhat elő ez a paradox helyzet, hogy a nyugat fektetett bele pénzt ebbe a háborúba, és Kína egy minimális diplomáciai befektetéssel elviszi a pálmát a végén. Tehát ez egy nagyon ironikus befejezése lenne a háborúnak, de, de, de megtörténhet. Akkor ezzel a részben az is összefügg, amit lehetett látni egy felmérés az ekonomisztnak a elemzése egy évvel ezelőtt. Ugye azt mutatták ki, hogy körülbelül a világ országainak a kétharmada az, amelyik semleges, vagy Oroszországot támogatjával, akkor is már csak egyharmad volt nyugat mellett, és most egy évvel később elkészítették ezt az összehasonlítás újra, és még lehangolóbb ebből a szempontból a kép. Ez azt jelenti, hogy minél inkább elhúzódik ez a háború a nyugatnak, annál kisebb lesz a, hogy úgy mondjam, az osztaléka? Amire De szám... Mindenki, Mindenképpen én úgy gondolom, hogy kisebb lesz az osztaléka és én azt hiszem egy óriási hiba volt, hogy, hogy veregettük magunkat, hogy milyen jól működik a, az ukránoknak a propaganda gépezete, meg a nyugati propaganda gépezet, csak itt mi a probléma. Remekül működött, azoknak a körében már elve meg voltak győzve. Tehát a meggyőzőteket győztük meg újra. Viszont az orosz propaganda gépezet ott működött, ők eleve tudták, hogy a, nincs semmi értelme megpróbálni a nyugatot befolyásolni. Tehát az, amit mi kudartnak fogtunk föl, az egy taktikai visszavonulás volt az oroszok részéről, és ők azt mondták, hogy a, a sávszélességüket inkább, vagy a rendelkezésükre álló propaganda forrásokat inkább a belső propagandára fordítják Oroszországon belül. Ez a második világháborús narratíva, ez a nácitlanítás, német tankok, a keresztel, stb. stb. Plusz ez, a ez, a neo, ez, a, ez az antikolonialista egytálételnek a fölmelegítése a nem nyugat felé, a harmadik világ felé, a globális dél felé. Nagyon jól bejött nekik. Tehát azt, azt hiszem, hogy az ekonomisztnak a becsületükre legyen Szólva, hogy objektíven és őszintén bemutatták ezeket az adatokat, és nem próbáltak különböző számbűvészettel, nem próbáltak a gyalázatot elrejteni számbűvészettel, és ezen mérhetjük le gyakorlatilag azt, hogy kinek sikeresebb a propagandája. Tehát lehet mesélni meséket, és vannak számadatok. Én azt hiszem, hogy a, a marketing számadatai nagyon-nagyon egyértelműek, hogy az orosz propaganda globális szinten sikeresebb, mint a nyugati. Nem függ össze közvetlenül az ukrán háborúval, de Kínának a szerepét megpróbálja még inkább érzéket, vagy jelentőségét, az, hogy Kína egy új nukleáris stratégiát kezd a hírek szerint kidolgozni. Miből állhat ez? Igen, hát Először is el kell mondani, hogy a háború eleje óta van nyugtatgattak minket, hogy nem kell félni az orosz atomfegyvertől, mert Kína ellenzi az atomfegyver bevetését, és mivel Oroszország Kínától függ, tehát Oroszország nem tenne semmi olyat, ami elidegeníteni Kínát, ezt körülbelül minden vita partneremtől megkaptam. Most nem akarok neveket mondani, de egy nem volt, aki nevágta volna hozzám ezt a dolgot. És én ezzel kapcsolatban bátortalanul megjegyeztem mindig, hogy én azt látom, hogy a kínaiak az egyetlen atomhatalom, amely gőzerővel fejleszti az atom. Ütő, atom, ütő, ütő erejét ott, ahol az összes többi leépíti, vagy, vagy, vagy megállította ennek a fejlesztését, és akkor ez, ez volt a technológiai része. És amit most látunk, ezt kiegészíti egy kínai doktrinális változás is, a mód, hogy az a tan, vagy azok a gondolatok, amik az atomfegyverek bevetésével kapcsolatban Kínában megfogalmazódtak, azok most teljesen átrendeződnek, és a, a a, az atomfegyver bevetésének az elutasításától, az kínaiak már eljutottak oda, hogy igen, mi is be fogunk vetni elsőként atomfegyvert, hogyha az amerikaiak ezt vagy ezt teszik, meg, megakadályozni azt, hogy Taiwan fölött fölé kiterjesszük az uralmunkat, meghódítsuk Tajván. Tehát ezek, ezeket a hangokat halljuk. A kínaiak látták, hogy az oroszok nagyon nagy sikerrel elretentik a nyugatot attól, hogy keményebben hozzányúljanak ehhez az ukrán válsághoz, és látják, hogy működik. Ennyi az egész. Akkor végül, ahogy szoktunk nézői kérdésekre kerülne soha nagyon köszönöm a visszajelzéseiket, kérdéseiket, ötleteiket és tanácsaikat. És az első kérdés, amit föltennék, ez Zoltántól érkezett, de azt írta, hogy egyszer már beszélt Kastel úr arról, hogy olyan az orosz hadjárat, mint egy tengeri csata, ahol nem számítanak igazán az elfoglalt területek. Erről szeretnék még hallani, írja Zoltán. Köszönöm szépen Zoltánnak a kérdését. Én azt hiszem, hogy minden háborúnak van egy logikája. Minden háború kitermeli azt a logikát, amin le lehet mérni azt, hogy hol állunk ebben a háborúban, mennyire haladunk ebben a háborúban. És sokszor nem értjük meg ezt a logikát. Az amerikai hadsereg követ, a vietnámi háborúban következetesen eh, hullákat számolt. Tehát a halott vietkongokban próbálta elemérni azt, hogy mennyire haladnak el, mennyire közelednek a győzelemhez. És a vietnamiak szempontjából ez nem volt mérce, hogyha be kellett áldozni, még egy millió, még két millió ember, semmi probléma. Tehát az amerikaiak nem értették meg a háború logikáját, és az ukrán háborúban is a terület nem nem, nem a célja ennek a háborúnak. Az oroszok eleve nem akarták meghódítani egész Ukrajnát, úgyhogy mindig azt szoktam mondani, hogy az ukrán határőrt csapnál fölváltsa az orosz katona. Tehát nem, nem ez volt a céljuk, erre nem, nem állítottak megfelelő emberanyagot ennek a háborúnak a rendelkezésére. A háborúnak a célja a politikai befolyásnak a kiterjesztése volt, ráerőszakolni a politikai akaratukat Ukrajnára. És ennek megfelelően a háborúnak ebben a stádiumában se teljesen, teljesen mellékes az, hogy a front most 100 kilométerrel nyugatabbra, vagy 100 kilométerrel keletebbre folyik. Az oroszoknak a célja felmorzsolni az ukrán hadseregnek az ellenálló erejét, és ezáltal rákényszeríteni a politikai akaratukat Ukrajnára, És ezt látjuk. Krisztinának a kérdése a következő, ez így szól, ha nem látunk az Európai Unióban egyetlen nagyformátumú épeszük politikust, akkor vajon ki irányítja az Unió föderalista birodalom már történő alakulását? Az elmúlt adásban beszéltünk erről, hogy ennek a jelei láthatók. Én azt hiszem, hogy aki ezt irányítja, azok csupa olyan nem választott játékosok, mondjuk olyan játékosok, akik ott vannak a háttérben, és néha nagyon is ott vannak az arcunkban, de nagyon is az előtérben vannak, a háttérhatalom nagyon is az előtérben van, és látjuk nagyjából, hogy kikről van szó, és gyakorlatilag olyan játékosok gyakorolnak hatást az európai politikai élet főleg akikre senki sem szavazott a nemzeti választásokon. Ez a tragédiája a dolognak. A demokráciának a gondolata teljesen kívül tehát teljesen a, 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 az elektorátusnak az akarat egyszerűen nem érvényesül, teljesen más döntések születtek, mint amiket az elektorátus megszavazott. És végül Lászlótól érkezett a kérdés, nagyon érdekes, Én nagyon sokat hallani most írja a mesterséges intelligenciáról, hogy nap mint nap tesznek föl a chatgpt nek meg más hasonló eszközöknek kérdéseket. Hogy hogyan látja jön, így szól a kérdés, hogy a háborúnak a jövőjét és ha nem is a mostaniét, de majd valamelyik következőjét eldöntheti a mesterséges intelligencia, vagy szóval, egy milyen szerepe lehet ennek a hadviselésben? Én azt hiszem, hogy ezek az algoritmusok, ezek a, a, a programozónak az előítéletei számokba leírva. Tehát ahelyett, a, a hogy az előítéleteit leírta volna egy iskolai fogalmazásban, ezeket számok formájában írta le, és ezek azok az algoritmusok tulajdonképpen. Tehát ne várjuk, szerintem ne várjuk azt el ezektől, a, ezektől az eszközöktől, hogy legalábbis egyenlőre azt, hogy független függetlenítsék magukat a, a, a teremtőjüknek az előítéleteitől. Tehát azok az előítéletek, azok ott vannak a háttérben. És valószínűleg egy egy nagyon markánsan, tudom én, globalista, vagy, vagy progresszív beállítottságú programozó, vagy matematikus, aki ezt az, algoritmus, az algoritmust megírja, valószínűleg nem fog egy olyan algoritmust írni, amelyik konzervatív válaszokat fog adni a kor nagy kérdéseire. Tehát gyakorlatilag a teremtő az az ember, mi vagyunk ott a háttérben, és a mi hangunk szól ki ezek mögül a számok közül, meg az algoritmusok mögül. Csak ez egyfajta álca, mondjuk úgy. Ezt mindenképpen megjutott a hallani. Tehát attól, hogy egy mesterséges intelligencia föl tudja ruházni mondjuk Ferenc pápát fehér ballondzsekiben, attól még ez nem fogja az életünk fölött átvenni az uralmat, legalábbis reméljük. Hát én azt hiszem, hogy, hogy ezek az algoritmusok már átvették az életünk fölött az uralmat. Én csak annyit akartam mondani, hogy ezek nem lesznek okosabbak, mint mi. Tehát, hogy eh, eh, volt ez a régi teológiai kérdés, hogy tud-e az Úristen akkor a követ teremteni, hogy ő maga se tudja fölemelni. Tehát én azt hiszem, hogy e, ezeknek az algoritmusoknak a megalkotói se tudnak olyan algoritmusokat teremteni, amik, amik okosabbak lennének, mint ezek a, ezek az alkotók. És sokszor ezek az alkotók eléggé meglehetősen életidegen emberek, akik. Hiányzik, akikből hiányzik a, 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 az az intuíció, mondjuk, ami megvan olyan gyakorlati gyakorlati politikai vezetőben, mint Trump elnök mondjuk, vagy vagy más politikai, vagy, vagy Churchill volt egy ilyen vezető, akik talán nem végeztek, nem, nem tanultak, nem töltöttek túl sok időt az egyetemek e, falai között, de van egy nagyon, nagyon erős e, e, intuíciójuk, és egy nagyon jó ráérzésük arra, hogy a korszellem mit követel. Hát én azt hiszem, ezt igen nehéz lesz fölváltani egy ilyen mesterséges tákolmánnyal. Robert Szikeszt, nagyon köszönöm, hogy elmúlt egy órában a rendelkezésünk állt most is nagyon gyorsan eltelt az idő. Nagyon szép hetet kívánok önnek, és köszönöm minden hallgatónknak a megtisztelő figyelmet. Köszönöm szépen. Viszont halásra, és ha nem tették volna meg, akkor kérem iratkozzanak fel a YouTube csatornájára, naponta jelentkezünk interjúkkal, elemzésekkel és podcastokkal. Várjuk önöket a további napokban is, és mindenkinek sikeres és egészséges hetet kívánok. Viszont hallásra mindenkinek. Viszont hallásra.